valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj. Nem vagy gyenge, de ha a szívem a száll a penge, attól nem érzed magad jobban. Ha a kocsitban bomba robban, tudom én, erős vagy persze, de ha a fejemben ott van a fejsze, vagy a fegyver csövébe nézel, ott már semmire nem még tízel. És hiába vagy gazdag, ha az égiek leszavaznak, a kocka el van vetve, csak a föld alá temetve, ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényektől megvéd. A hírek, veled van tel a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szent Péter szigetekre már, de ha a tizet van az útja önnek, a mennyország turist, a legjobb szolgáltatás nyújtja. És veled nem vagy távol, és a végén te maradsz állva, de mire jó úgy ez az élet, hogyha futnod kell, amíg éled is. Hiába vagy bátor, mint egy római gladiátor, aki keményebb, mint a szikra mégis. Lehet, hogy elég egy szikra a gyújtó zsinór végén, és a túlvilági tévén majd rólad szólnak a hírek. Veled van tel a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szent Péter szigetekre már, de van fizetve az útja önnek, a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak én, melyik ajtón mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak. Az emberek megnéznek, hogy az Isten a pénz lett, sorban nyílnak a bankok, és az jelenti a rangot. Mennyire állat az autót, mekkora mellő a nőd, és hogy meddig kell ott feltekerni, a kocsiban a hang elő, a kocsiban a hang elő. Pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De a Szent Péter szigetekre már, de valaki zárt az útja önnek, a mennyország turist, a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe. Mi atyánk ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe.